Úgy tűnik, az MSZP belemegy a külön lista koordinált jelöltek forgatókönyvbe. Akkor, ha a DK is beáll, Karácsony Gergely, mint közös miniszterelnök jelölt mögé. Az 1%-os párbeszédet vezető Karácsony így nem szerepelne egyik listán sem, de ráépülne a kampány. Elfogadható ez a DK-nak? Vadai Ágnest kérdezzük. Hát, hogy mi elfogadható a DK-nak, ezt úgy általánosabban is kérdezzük, mert ugye van egy friss hírünk, jó estét kívánok, hogy megegyezett a DK és az MSZP. Igaz a hír? Nagyon-nagyon közel van a megállapodás. Azt mondanám, hogy kézzelfogható közelségben. Kézzelfogható, tehát van már papír, csak még nem írták alá? Tehát kézzel meg lehet fogni? Most átvitt értelemben mondtam. Nagyon-nagyon közel van a megállapodás. Éppen, ha jól emlékszem, hétfőn, igen, Molnár Csaba pont az ATV stúdiójában mondta, hogy a hétvégéig szeretnénk megállapodni. A tárgyaló delegációk azok folyamatosan tárgyaltak. Azt tudni kell, hogy a Demokratikus Koalíció elnöksége nagyon szilárd és széles felhatalmazást adott a tárgyaló delegációnak, meghatároztuk nagyjából azokat az irányokat, amelyek mentén menni kell, úgyhogy ők folyamatosan tárgyaltak. Tehát nem azzal a bejelentéssel érkezett, hogy a koordinált indulásban megállapodtak az MSZP-vel, hanem azt tudja mondani, hogy gyakorlatilag ott vannak a küszöbén? Igen, ezt tudom mondani, meg azt, hogy ha ilyen megállapodás van, tehát van megállapodás, amit nagyon sokan várnak, akkor ezt nyilván a pártok, azoknak a pártoknak az elnökei fogják bejelenteni, akik a megállapodást találták. Vannak itt olyan kérdések, amiket nyilván rendezni kell, például a közös miniszterelnök erőlt kérdése, ami az MSZP számára nagyon fontos volt, a DK pedig tolta el magától mondani, hogy nem akar közös miniszterelnök erőltet senkivel. De úgy szivárogtak a hírek, hogy már engedékenyebbek lettek, ha nem arról szól a közös miniszterelnök jelölsége Karácsony Gergelynek, hogy ezt ki kell mondani, hanem arról, hogy mondjuk támogatni kell őt. Ezek a hírek igazak? Ezek fontos kérdések, de az összes, tehát az egész szempontjából picikét lényegtelenebbek, és tudom, hogy most sokan felszisztentek. Hát annyiból talán nem lényegtelen, bocsánat, hogy közbevágok, mert hogy arca lesz egy kampánynak. Igen. És hogy a Karácsony Gergely az arca valamilyen kampánynak, külön kampányokat indítani, talán fölösleges. De 106 választókerületben 106 egyéni jelölt. Ő lesz az arca ott helyben. Igen. Esztergomtól Baktalóránt házáig. Persze. Ő lesz az arca, és nyilván az a legfontosabb. Ebben a Demokratikus Koalíció, mert én is olvastam ezeket a híreket, a Demokratikus Koalíció oldaláról semmilyen új nincsen, hiszen mi világosan elmondtuk, hogy a 106 választókerületben, emlékszik a múlt héten is viccelődött. Nincs ember, aki nem tudja viccelődött már, velem, 106. De ez valóban nagyon fontos, ez a 106 választókerület. Tehát pont ott azért, lehet megnyerni a választást. Ott, hát persze. Ezt mondjuk, tehát hónapok óta, hogy ott lehet megnyerni a választásokat. Abban is világos álláspontot képviseltünk, és múlt héten döntöttünk is, hogy a Demokratikus Koalíció önálló listával indul, hiszen a mi filozófiánk az, hogy az egyéni jelöltek megmutatják a szembenállásunkat az Orbán rendszerrel, viszont tehát itt, hogy mondjam, azt mondanám, hogy egy a tábor, de sok a zászló. Különfélék vagyunk. Vannak olyan ügyek, amikben nagyon eltérően gondolkodnak a demokratikus ellenzéki pártok és a szavazóik is. Éppen ezért például az önálló lista az lehetőséget ad a választópolgároknak arra, hogy mondjuk a Demokratikus Koalíciót válasszák át. Az, hogy egy széles felhatalmazásra ment a DK-s delegáció, az azt jelenti, ami szintén a hír, hogy Budapesten sokkal szilárdabbak voltak az elképzeléseik, mint vidéken? Ezt nem úgy. Tehát amikor a választókerületek elosztásáról volt szó, például arányról ön is rákérdezett többször, nem ragaszkodtunk ahhoz, hogy akkor most ez pontosan patika mérlegen ki legyen mérve. Az észszerűség határét figyeltük, és természetesen azt, ami nagyon fontos, hogy méltányosan, egymást nem megbántva, de egymás támogatottságát figyelembe véve kell megállapodni. És éppen ezért mondom, hogy nagyon közel áll a megállapodás. Mi nem konkrét személyekhez kerestük a választókerületeket. Mert ez alapján nekünk megvan a 106 egyéni képviselőjelöltünk, meg volt sokkal korábban, csak mindenkinek elmondtuk, hogy mi megállapodást szeretnénk, még egyszer mondom, nagyon-nagyon közel van, és lesz olyan, aki nem fog elindulni. Nem úgy mértük, hogy akkor most itt ennyi legyen, ott annyi legyen, kerestük mindenhol azokat a jelölteket, akikkel a legnagyobb esély van megnyerni a választást. Úgyhogy nagyon remélem, hogy Karácsonyig, ahogy ígértük, meg lesz ez a megállapodás. Korábban szó volt arra, hogy a DK megállapodott a MOVA-val, de minthogyha Bokros Lajos például nem látszódna a DK listáján sem, és hát ilyen módon lehet, hogy ebben az együttműködésben, ami most majdhogy nem megkötődött, ebben sem
kap szerepet. Ez hogy van? Az úgy van, hogy időközben a momások rájöttek arra, meg megnézték nyilván a választási, meg a pártörvényt, hogy muszájhoz önállóan indulniuk, hogy pártként továbbra is létezhessenek. Tehát, hogy ez itt egy ilyen nagy dilemma volt számukra. Mi egyébként folyamatosan tárgyaltunk nem csak a MOMÁ-val, hanem ilyen beszélgetések folytak az együttel, és van egy ilyen feltétel, amit teljesíteniük kell, és ebben végül úgy döntöttek, hogy a saját utukat járják, de a demokratikus koalíció kötött megállapodást ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalommal, az ő képviselőjük a DK listájának 7. helyén van, ami a mi számításaink szerint befutó. Meg 25. lesz. Ha jól emlékszem. Igen, de ebben erről szólt a megállapodás, és mi az általunk vállalt takat betartottuk. Na de most akkor ez azt jelenti, hogy a MOMÁ-val a megállapodást meg sem kötötték, és a MOMÁ egy külön listát indít? Mi azt gondoljuk, újabb lista jelenik meg a papíron? Mi azt gondoljuk, hogy úgy kell ezt csinálni, hogy nyilván először a várva várt, sokak által várt MSZP-DK megállapodást kell tető aláhozni, és még egyszer mondom, nagyon közel van, és utána természetesen ezt a dolgot ki a saját, mondhatom így, kontójára kinyitja, ha tudja. Nyilván ebben folyamatosan tárgyalni kell, ameddig lehetséges. Ezért mondom azt, hogy mi már előzetesen ugye a Szolidaritás Mozgalommal megállapodtunk. Én úgy tudom, hogy a Magyar Szocialista Párt ugye a liberális párttal működik ilyen tekintetben együtt, vagy kötöttek valamiféle együttműködést. De azért itt vannak még nem csak demokratikus ellenzéki pártok, hanem itt vannak még civil szervezetek is, akikkel foglalkozni kell, és meg szakszervezetek is. Az együttműködés, az már, bocsánat, számomra nem pusztán egyéni választókerületi indulásban, vagy listán való szereplésben jelenik meg, hanem például a közös akármilyen programnak, amilyen program a végén összön, abban való beintegrálás, ja, saját program beintegrálás. Jó, hogy mondja, mert a DK listája sincs teletűzdelve civilekkel, miközben a DK is, Gyurcsány Ferenc is beszélt korábban arról, hogy örömmel látná a civileket. Az arra érdemes és gondolatokkal, mondani valóval rendelkező szakértőket egy-egy listán, meg az MSZP is beszélt erről, és náluk, még ugye nem nagyon tudjuk, hogy kik vannak a listán, de náluk is, mintha ez a vonal elhalt volna. De a Magyar Szolidaritás Mozgalom képviselője, amelyik egy szakszervezeti civil szervezet, az ő képviselőre rajta van a listán. Nekünk van a listánkon olyan. Nézze, mindenféle igényt nem lehet kielégíteni egy lista szempontjából, ahogy az egyéni választókerületek szempontjából sem. Tehát, hogy jelentkeznek a civilek, hogy ők részt vennének ebben, abban, abban? Tehát inkább azt érzi a tolongást? Inkább azt látom, hogy sokkal inkább a saját útjukat járva, de a kormányváltást szeretnék előmozdítani. És szerintem tulajdonképpen ez a helyes magatartás, én valahol azt gondolom. Nagyon rossz, hogy ma Magyarországon arról beszélünk, hogy vannak fideszes civilek, tehát például a CÖF, hogy ilyen álcivilek leginkább, mert ők nem is igazán civilek. Én úgy képzelem el a civil világot, és lehet, hogy ezen most lesz olyan, aki felszissze, hogy például vannak jogvédő szervezetek, akiknek az a dolguk, hogy a mindenkori kormányt és a mindenkori ellenzéket is piszkálják, amikor azt érzik, hogy szerintük a lefektetett demokratikus alapelvek nem működnek. Így tulajdonképpen valóban részt vesznek a politika csinálásban, hiszen a politikusoknak erre reagálni kell, de úgy, hogy bennülnek a parlamentbe, úgy talán kevésbé. Nyugaton sem láttam ezt a fajta módszert, hiszen a politikát leginkább úgymond professzionális politikusok szokták csinálni, de a civil világ a ikebanásoktól a kutyásokig igenis befolyásolják a politikát. Nagyon nem mindegy, hogy a horgász társadalom vagy a kutyás társadalom mit gondol mondjuk a jelenlegi törvényekről. Hogy egy-egy ügyre hogyan reagálnak, és azt a politika hogyan veszi figyelembe. Tehát én azt gondolom, hogy a civileknek ilyen irányban van, és kell, hogy legyen feladatuk és felelősségük, nekünk meg az a dolgunk, hogy meghallgassuk őket. Azt mondja, hogy majdnem megvan a megállapodás, azt kell hozzá, hogy a két elnökség elfogadja? De az nem titok, hogy a demokratikus koalíció elnöksége ülésezni fog. Nyilván megvitatunk nagyon sok más kérdést is. Még egyszer mondom, tehát... 106, tudom. Ja, nem. Nem, azt már megvitattuk. Én azt gondolom, hogy ahogyan más pártok elnöke is, ugye a mi demokratikus koalíció elnöke is jönni fog még az egyenes beszédbe. Hát remélj. És a következő időszakban, tehát belátható időn belül, és őszintén remélem, hogy ő már olyan hírrel tud jönni, hogy az, amiről mi nagyon régóta beszélünk, hogy az egy-az-egy ellenpolitikát kell megvalósítani. Kicsit rögös, mondtam, nagy kitérős kurflis utakon, mert mi ilyenek vagyunk. Tehát tudom, hogy sokszor azt mondják, hogy mennyit bénáztunk, meg hogy milyen tehetetlenek voltunk. Nem vagyunk
bénák, nem vagyunk tehetetlenek. De a mi világunk, a demokratikus ellenzéki világon, mondhatom azt, hogy ez a bal-bal, közép-bal liberális világ, ilyen. Mi nagyon másmének vagyunk, mint a Fidesz. Nagyon máshogyan gondolkodunk sok mindenről, nálunk sok vita van. Még az elnökségen belül is, pedig a demokratikus koalíció elnöksége az kifele mindig egységes. Persze, mert előtte óriási csatákat vívunk egymással. Sokszor elmondtam, hogy én személyesen az elnök úrral is nagyon sokat vitatkoztam, aztán legtöbbször majdnem mindig nekem volt igazam. De ez majd csak van az a csata, ahol két ágyú dörren el, és van a 100 éves háború. Hát igen, azért az nem mindegy, hogy meddig ebben, tart. Ebben önnek teljesen igaza van, de ahhoz, hogy a végén azt tudjuk mondani, hogy ez egy tisztességes, méltányos, a választókat képviselő, mert ez számunkra nagyon fontos volt, hogy a demokratikus koalíció választói képviselve, tisztességesen képviselnek, legyenek ebben a megállapodásra. Szóval, hogy ez egy ilyen megállapodás. És lehet, hogy nehezen született meg, és sok bajjal, sok keservel, de megszületett, mert ebben benne van az az akaratunk, hogy kormányváltást akarunk. Sokszor mondták, hogy persze ti csak be akartok ülni a parlamentbe, higgyék el, nem. Mi ezt az országot nyugatos európai polgári irányba szeretnénk kormányozni, és ezért kellett ennyit nekünk is szenvedni. Hát ön is látta már itt a pont az egyenes beszédben éppen a múlt héten, hogy egy ponton túl már nagyon, nekem is nagyon nehezen esett erről beszélnem. Na jó, hát úgy tudom, most úgy tudom, hogy Gyurcsány Ferenc szerdán lesz a vendégünk itt este, majd meglátjuk, hogy akkor lesz a bejelentés. Ha erre kell számítanunk, arra kell várnunk, hogy jöjjön, akkor szerda estére megtudjuk. Így legyen. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm, és most már tényleg már a múlt héten mondtam, szeretnék önnek, az ATV valamennyi kedves dolgozóinak és minden kedves nézőnek nagyon kellemes ünnepeket kívánok. Köszönjük, viszont kívánok. Köszönöm szépen. Kívánjuk.